Ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy a aggodalmaskodást megvizsgáltuk, hogy hogyan hozza be e világ gondja, tehát a világ gondjai, dolgai, életnek a gondjai, hogy tudják az aggodalmat, nyugtalanságot kelteni bennünk. És ugye mondtam nektek azt, hogy héberül is van egy szó, a pahad, a félelem, rémület, rettegés. De igazából még van még egy héber szó, ami az aggodalmaskodásról szól, és ezt szeretném ma megvizsgálni. Ez a daag héber szó, fogalom, amely a félelem, ugyanúgy a félelmet és az aggodalmaskodást emeli ki. És nagyon érdekes dolgok lesznek ebbe benne. Csak így előjáróban annyit, hogy a doégnak a neve is, ugye, aki egy elég negatív figura a Bibliában, a neve az ebből a daágból származik, a félelem aggodásból, aggodalmaskodásból, és hát tudjuk, majd meg fogjuk nézni azért, hogy mit csinált ő, mert nem véletlen, hogy az aggodalomban levő emberek, keresztények is, mit tudnám, tehát hogyha megengedik az aggodalmaskodást, akkor mi lesz a vége ennek az aggodalmaskodásnak. De először nézzük meg, hogy kikkel kapcsolatban használja ezt a kifejezést a Biblia. Először is a Saul apját vizsgáljuk meg, az 1 Sámuel 9-ben, lapozzatok kérlek oda, és ugye tudjátok, hogy elvesztek a szamarai a Saul apjának, a kisnek. Tehát 1 Sámuel 9. Ugye első verszaknál azt olvassuk, volt egy ember a Benyámin nemzetségéből, kinek neve volt Kis. Ugye ez a héber neve, tehát ez nem a magyar neve. Kis. Abielnek fia, és azt mondja, hogy ő Benyámin házából való volt, igen tehetős ember volt. És volt neki egy Saul nevű fia, ifjú és szép, ő nála Izrael fiai közül, senki sem volt szebb, vállától felfelé magasabb volt az egész népnél. És elvesztek Kisnek a Saul apjának szamarai, és mondta Kis Saulnak, az ő fiának, védj magad mellé egyet a szolgák közül, és kelj föl, menj el, keresd meg a szamarakat. És ugye bejárták Benyámin földét, de nem találták meg. Mikor pedig Suf földjére jutottak, mondta Saul az ő szolgájának, aki vele volt, gyere, térjünk vissza, nehogy atyám, elvetve a szamarak gondját, miattunk aggódjon. Látod, tehát aggódott. Tehát itt ugyanez a dág kifejezés van, és nagyon érdekes az, hogy ez újra megismétli később Saul, akkor, amikor találkozik Sámuellel, és ugye azt mondja, hogy akkor elővette, ez a tizedik fejezetben, akkor elővette Sámuel, első verszak, az olajos szelencét, az ő fejére töltötte, megcsókolta őt, és mondta, nem úgy van-e, hogy fejedelemmé kent fele téged az ő öröksége felett? Mikor azért te most elmégy tőlem, találkozni fogsz két emberrel, Ráhel sírja mellett, ugye ez Betlehemnél, Benyámin határában, Selsáknál, akik azt mondják neked, megtalálták a szamarakat, amelynek keresésére indultál. És íme a te atyát felhagyott már a szamarakkal, és miattatok aggódik, mondván, mit tegyek a fiamért. Látod, Saul itt még azt mondta a 9. verszakban, vagyis a 9. fejezetben, azt mondja, hogy ő miattuk fog aggódni az apja, és tényleg valójában ő értük elkezdett aggódni. Tehát egy ilyen félelem, rettegés, aggodalom, tehát ami teljesen meg tudja nyomni az embernek a szívét.
itt azért több dolgot is lehet látni, ugye a gyerekekkel kapcsolatban, ugye, mert egy szülő aggódott a gyerekéért. És tényleg van benne jogosan is egy aggodalom, de viszont nézzétek meg, hogy az aggodalmaskodás miatt, hát itt körülbelül ugye Sault, amikor fölkente Sámuel, azért itt legalább 30-40 éves volt. Tehát nem szabad a gyermeket megkötözni aggodalmaskodással, tehát mert ilyen gyerek szinten, infantilis szinten lehet, tehát tudják tartani a szülők a gyereküket, és ez nagyon fontos, hogy tehát szabadon, tehát egy bizonyos kortól már szabadon kell engedni, pláne ugye 18-20 éves kortól már szabadon kell engedni a gyermeket, és ugye ezt már fel kell készülni, már a gyereknevelés, már a kis gyerekként is, már az ember úgy neveli, hogy ugye kiskorban még sok kontroll van a gyermeken, tinédzserkorban már kevesebb kontroll van a gyermeken, és utána pedig szép lassan, fokozatosan, szabadon kell, hogy járjon, mert nyilván sokszor, ha szülő ráterheli magát a gyerekre, hanem belekapaszkodik a gyerekébe. Ugye látszott Saulnál is, hogy az ez kijött valahol a személyiségébe. Például, amikor arról volt szó, hogy most menjünk harcolni, ne menjünk, most mit csináljunk, tegyétek el, ugye hívta a papot, hogy most rámenjünk-e a filiszteusokra, vagy ne. Aztán mondja, hogy vedd elő az efodot. Á, mégse vedd elő. Tehát ilyen elbizonytalankodások, csináljuk, határozatlanságok tudnak, tehát ilyen szülői aggodalmaskodások rááradnak a felnőtt gyerekre, vagy már közben is ezt végig aggodalmaskodták a szülők a gyerekeknek az életét, akkor egy gyerek, tehát ilyen felnőtté tud válni, határozatlan lesz, nem lesz magabiztos, nem lesz bátor, most csináljam, ne csináljam, mit csináljak. Tehát átveszi azt a félelmet a szülőktől, és ez többször kijött Saulnak a karakterébe, és látszik, hogy a szeretet, mert nyilván szerette, tehát a Sault, tehát a fiát, de nem szabad, hogy a szeretet ilyen istenellenes köteléket hozzon létre a gyereknek az életébe. Hanem fontos, hogy a gyermek a szabadságban tudjon fel, tehát amikor felnövekszik egyre fokozatosabban a szabadságot megtapasztalja, és vannak erkölcsi döntések, amik az már az ő felelőssége. És te azért nem tudod magadat széttaggódni, mert a gyermeked hogy csinálja. Mert nézd meg, hogy te is most már felnőtt vagy, voltál gyermek, és hát jó esetben most már te döntesz. Tehát, hogy mit csinálsz, meg hogy csinálod, belátásod lesz, bölcsességet kapsz Istentől. Én is, amikor tehát megházasodtunk, akkor mondták, hogy van olyan, hogy férji kenet, hogy rászáll az emberre, és lehet, hogy előtte nem tudsz megoldani dolgokat, utána meg megkapod azt a kenetet, megkapod azt a bölcsességet, megkapod azt a valamit, amivel tehát tudod vezetni a családot, tudsz bölcs lenni, de a feleségek is ugyanúgy kapnak az Úrtól áldást, kenetet, és ők meg tudnak adni bölcs tanácsokat, segítségükre tudnak lenni a férjüknek, és így egy boldog házasságnak az alapjai elindulhatnak ugye a házassággal, a mennyegzővel, és utána pedig ez beteljesedik a házasságban a két ember, és teljesen egy boldog életet tudnak élni. Na most gondold azt el, hogyha viszont valaki folyamatosan a háttérbe tele van aggodalommal, akkor egyszerűen determinálni tudja a sorsodat. Ugye ez tipikusan az a példa, amikor az anyukák aggodalmaskodnak a játszótereken, és kiabálnak ugye a gyerek után, ne fuss, vagy ne csináld azt, mert elesel. És akkor elesik, szétterül a földön a gyermek, és akkor mondja, hogy na ugye, megmondtam. Tehát ez az aggodalom így determinálni tudja a sorsát.
Isten nagy félelmet tud bele ültetni a gyermeknek. Hát, hogy mi a jó ebben, de nyilván nem ijeszgetni kell a gyereket. Én sokszor ilyen esetben oda se nézek. Elül bennem a vér, de ugye hol van az a határ, ahol elkezded a félelmeddel bombázni, de ha meg nem, tehát érted, hogyha meg csinálja, akkor bátran át tud azon menni. Tehát nagyon bölcsnek kell lenni ebben, hogy ez hogy működik. Mert nézd meg, hogy még a felkenetésekor is a szamarak, az aggodalom körül forgott. Tehát egy ilyen nagyszabású eseményt is beárnyékolt egy apának az aggodalmaskodása. És gondold el, így indult a szolgálatod Saulnak. Isten a végig, ahogy szolgált, tehát hogy benne volt a szolgálatban, ahogy a kenet megnyilvánult rajta, gondold el, hogy végig ezekkel a határozatlan bizonytalanságokkal mit csináljunk, még a legutolsó pillanatában is, amikor az endori halott idézőt, jövendőmondó démonizáltat megkereste, akkor is az vezette, hogy most mit csináljunk? Nincs itt pap, sincs itt, hát persze, hogy nincs ott pap, hát megölette az összes papot. És utána kereste volna, hogy most kimondja meg neki, és akkor elmegy egy okkult emberhez, hogy akkor Sámuel hol idézze föl, hogy megmondja, hogy akkor mi lesz. És akkor mi lett? Azt mondja, holnap ilyenkor velem lesztek, vagy fiaiddal együtt. Tehát egy óriási tragédiát tudott. Az aggodalmaskodás magva, az a határozatlanságok, bizonytalanságokon keresztül fel tudott növekedni egy olyan szintre, amikor a félelmei vezették az embereket. Ez nem hit. Nézd meg, hogy olyan magokat vetett az életébe Saulnak, hogy nem a hit vezette Sault, hanem a félelme vezette. És utána minden döntését, vagyis minden lehetőséget a félelem döntésével oldott meg. És csodálkozol azon, hogy ilyen pályafutása lett. Miért? Mert aggodalmaskodott. Jegyezd meg, hogyha aggodalmaskodsz, akkor a félelmek fogják meghatározni a döntéseidet. És a félelem az nem jó tanácsadó. A félelemből fakadóan nem fogsz jó döntéseket hozni. És mindig azt fogod tapasztalni, hogy döntesz valamit, rosszul sül el, és rádöbbensz arra, hogy miért kellett. Vagy hirtelen dönteni, miért kellett félelemből dönteni, miért kellett bizonytalanságból dönteni, miért nem látás szerint döntesz. Miért? Miért kell, értitek, tehát hogy miért kell félelem miatt dönteni? Hát senki nem mondta, hogy félelem miatt döntsünk. Senki nem mondta, hogy a döntésünket, amikor egy különböző helyzetek közül választási helyzetből valahogy döntsünk, azt senki nem mondta, hogy félelemből tegyük. Miért nem várjuk meg a látást? Miért nem kapunk látást? Mert eleve ez, amiről itt szó van, az aggodalomnak a magjai, az már benn vannak a szívünkbe, és az élet gondjai, a világ gondjai, a pénzzel kapcsolatos dolgok, és a többi, amilyen biológiai fenntartásunkra, vagy a jövőben a biológiai életünknek a felfutását eredményezi, azokkal kapcsolatos gondok, hogy mi van, hogyha mégsem, meg így, meg úgy, meg amúgy, és kiderül, hogy hát ugye ezt legtöbbször a tőzsdéken tudják így, ugye ahol teljesen irracionálisan, tehát dőlnek el a döntések. Nyilván egy része racionális, de a nagy része az éppen aktuális, éppen ott levő félelmek és ilyen dolgok döntik el. És az emberek, mit lehet ebből látni? Hogy az emberek félelmekből döntenek, félelmek miatt döntenek. Nem kis dolgokat, most nem az, hogy most hová menjél vásárolni. Nem ilyenre gondolok, hanem amikor az életeddel van szó. Tehát a
jövődről van szó, az anyagi életedről van szó, a sorsodról van szó. Tehát ilyen nagy döntéseket félelmekből hoznak meg az emberek. És miért? Kis döntéseket lehet, hogy nem félelmemből hoz meg, hanem racionálisan és átgondoltan és bölcsen. De nagy döntéseket miért félelemből hoz meg? Miért nem várja meg, hogy meggyőződés legyen benne? Azért, mert az aggodalmaskodás magva van a szívében. És az a gyökér, a felszín alatt az aggodalmaskodás van benne az emberben. Szorongás. Egy belső szorongás. Mi lesz? Hogy lesz? Mit csináljunk? Hogy csináljuk? Mi lesz ennek a vége? Mit kezdjek ezzel? És úgy érzi, hogy valami hajtja belülről, hogy döntsön, 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 döntsön. Persze hallja a tanításokban, ugye, hogy aki, ami hitből van, ugye az nem siet, tehát az nem kell sietésből. De mi van akkor, hogyha azt mondja, oké, nem dönt, de még nem kap látást. És úgy érzi, hajtja valami belül, hogy döntse el. És sokszor ilyenkor rontják el a keresztények, hogy nincs látás, nincs meggyőződés, nincs hit, ez azt jelenti, hanem egy belső félelmek és szorongások, aminek a gyökere az aggodalmaskodás, abból dönt az ember. És kész, elrontja utána. Nézd meg utána Saulnak az életét végig. Ez a félelem és aggodalom volt végig a szolgálatába végül is. Tehát az életébe, sorsába. Mindig ez üt vissza. Nézd meg, amikor meghagyták az amalekitákat életben. Mit mondott Sámuelnek? Azt mondja, féltem. Végig ez jön le. De hogy kezdődött el? Aggodalmaskodás. De így kezdődik el, hogy aggodalmaskodás, és utána végig ezt mondja el, hogy fél, 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 fél. Jó. Nézzük meg Dávidot. Még mielőtt Dávidot megnéznénk, egy másik embert is nézzük meg, a Sedékiás királyt. Jeremiás 38-hoz, hogyha lapoztok. Tehát Jeremiás prófétának a 38. fejezete. De egyébként nézzétek meg még egy másik dolog, hogy mielőtt ebbe belemennénk. Figyeljétek meg, az aggodalmaskodásnál az a lényeg, hogy egy kicsi dolgon kezdj el aggodalmaskodni. Ahogy Saulnál is. Nézd meg, hogy az apja először a szamarakért aggódott. Amikor megtalálták a szamarakat, akkor már nem a szamarakért aggódott, hanem embere, tehát a fiáért. Érted? Tehát, hogy először valami megengedett, hogy menjen az aggodalmaskodás, és azt fogod észrevenni, hogy ez nem fog eltűnni az életedből hamar. Nem fogja azt csinálni, hogy ja, meg lett oldva, akkor már megoldódott a gondom az aggodalmaskodással. És általában nem ez a tapasztalat, hanem az a tapasztalat, hogy jönni fognak más dolgok, generálnak abból, amin elkezdődött az aggodalmaskodás, hiszen hogyha nem küldte volna el a Sault, ugye a szamarakért, akkor nem kellett volna utána aggódni a Saulért, nem? Tehát mit jelent ez? Hogy azok a helyzetek, amik miatt aggodalmaskodsz, és igazából, ha belegondolsz, megtalálták a Saulék nélkül is a szamarakat, nem? Megtalálták. Jó, azt tudjuk, hogy ugye Saul meg királyságot talált, tehát a elveszett szamarakkal által. De figyeljétek meg, hogy nem kellett hozzá a Saul, hogy megtalálják a szamarakat. De ez mit jelent? Amit Jézus mondott, most mit aggodalmaskodtok? Igazából nem te fogod megoldani az életednek a nagy problémáit. Hát nézd meg, hogy... Csak nézd meg, hogy hány százalékos neked az életedbe, a döntéseiddel hány százalékba befolyásolod a sorsodat. Hogy befolyásolod a sorsodat? Gondold el, hogy igazából kicsit. Miért? Hát gondold el, te befolyásoltad azt, hogy hány százalékos adót fizetsz a fizetésedből? Neked megadják, hogy a kicsit... Te döntsd el, hogy melyik, most csak mondok valamit,
melyik kukoricakonzervet veszed meg a boltba, az döntsd el te. De azt, hogy a fizetésedből mennyi adót fizes, azt nem tudod befolyásolni. Vagyis, hogy tehát lehet, de nézd meg azt, hogy hogy kiveszik a döntési jogát az embernek, hogy ezt tudja az életnek a nagy dolgait tudja befolyásolni. Nem érdekes? A mindennapi életében vannak döntései, amivel dönt, de hát az, hogy a nagy, tehát a sorsodnak a lényeges változásai, vagy előrehaladása, hát az igazából kinek a kezébe van? Nem érdekes? De most csak gondold végig, hogy mi éljük, úgymond, most én idézőjelben mondom, a kis életünket, a kis problémáinkkal, tehát szubjektíven a kis, jól behatárolt életünket, vannak döntéseink, de ha megfigyeled, tehát igazából azt se tudod megcsinálni, hogy a hajszálat fekete vagy fehér legyen. Hát jó, most be lehet festeni, tehát így a természetében, hogy megváltozzon. Az aggodalmaskodással egy arasznyit nem lehet följebb vinni. Azt mondja, ha csak ami a legkisebb, azt nem tudjátok megcsinálni, azt mondja Jézus. Ugye mond ilyet, például a megnövekedéssel, a termet megnövekedésével azt mondja, ha csak ami a legkisebb, azt nem tudjátok megcsinálni, akkor mit aggodalmaskodtok? Nézd meg, a Saul apja az aggodalmaskodott a szamarakért, ami meg tudott volna oldódni anélkül is. Akkor te miért engeded meg az aggodalmaskodást az életedbe? Miért engeded meg, hogy ez olyan, mint egy felfújod azt a dolgot? És az ördög, ahogy egy problémát felfújsz, az ördög annál nagyobb teret tud abban a problémán keresztül az életedbe okozni és bejönni. Ne értsetek félre, én nem azon az állásponton vagyunk, hogy hát hagyjuk, majd megoldódik, majd az idő megoldja. Ez nem így van. De viszont nem szabad, hogy aggodalom vezesse a megoldás. Tehát ahogy haladunk a megoldásba. Mert az nem fog sikerülni. Olyat nem olvasok a Bibliában, hogy annak, aki aggodalmaskodik, annak minden lehetséges. Az, aki aggodalmaskodik, annak megoldódnak a problémái. Nem. Lehet, hogy megoldódnak, ahogy látod, hogy Saulnak az apja is megoldódott a szamarak gondja, de lett egy másik dolog, amitől aggodalmaskodott. És ez így van. Az ördög beviszed be a 22-es csapdába, beviszed be a mókuskerékbe, és hajtod az aggodalmaskodás által hajtod magad ebbe, aztán kikészülsz. Ez olyan, mint a telhetetlenség, az aggodalmaskodás. Ha megengeded a telhetetlenséget, és nem vagy elégedett ember, nem adsz hálát Istennek, akkor mindig lesz valami, ami hiányzik az életedből. Mindig meg lesz az oka annak, hogy ne adjál hálát az Istennek. Mindig meg lesz egy olyan, hogy Istenem, de még az jó lenne. Ha az megvan, akkor még az jó lenne. És annyi minden van a világban, hogy mindig lesz olyan, amire azt mondod, hogy az még jó lenne. De itt nem az a kérdés, mert Isten meg akarja adni. De itt az, hogy milyen szívál a telhetetlenséggel. Mert akkor nem Isten van a középpontban az életednek. Ugye az a pénz szerelme. Az egy mamon, az a mamonnak a szelleme. Az nem a Szent Szellem, hanem az a mamon szelleme hajt bele egy ilyenbe. Hogy még az kell, 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 még az kell. És nem elégedett az ember. Jegyezzétek meg, az áldás a boldogsággal van összefüggésben. Tehát amikor azt mondjuk, hogy áldott egy ember, akkor az, hogy boldog az az ember. De a boldogságban benne van az elégedettség. Tehát az áldás az elégedettség.
lehet úgy boldognak lenni és áldottnak lenni, hogy lehet, hogy nincs annyi pénzed, mint a ki most a világ leggazdagabb embere. Bill Gates. Lehet, hogy nincs annyi pénzed, és te áldott vagy és boldog. De ő lehet, hogy nem áldott és boldog, pedig annyi pénze van. De legyen. Tehát áldott is boldog. Ezért kell megtanítani például a gazdag embereket, ugye depressziósak, sok pénzük van, ugye hajtja őket újabb és újabb vágyak, vagy valamit még el szeretnének érni, vagy sok dolgot még el szeretnének érni, és tehát külön foglalkoznak velük, olyan tehát tanácsadóik vannak, vagy olyan tanácsadók, akik megtanítják őket, hogy akkor tudtok boldogok lenni, hogyha adtok. Tehát, hogyha abból a pénzből, ami lett nektek, azt visszafektetitek, alapítványt csináltok, és az alapítványon keresztül az embereket elkezditek támogatni. Mert ezzel, érted, tehát bejön egy ilyen megelégedettség is az emberekbe. Ez nagyon érdekes. Na de visszatérve, tehát, hogy ez olyan az aggodalmaskodás, hogy beteszi a lábát, ő teljesen birtokolni akar. Azt akarja, hogy szétaggodalmaskod az életedet. De ez nem úgy, ez egy ilyen belső szorongás és félelem és rettegésként jelent. Tehát ilyen stressz. Tehát amire most azt mondják, hogy korunk betegsége a stressz. Azt szerinted mi az igazából? Az aggodalom. Gyakorlatilag. Ha belegondolsz. Az az aggodalom. Azt nem mondta, hogy Saul apja nem volt stresszes. Az aggodalom volt teljesen. És az a baj, hogy min aggodalmaskodnak az emberek. Mondom, a világ gondjai, bajai, amiről múlt héten volt szó. Világ gondjai, bajai, életnek a gondjai, bajai. Stressz. Megvan-e az állásom, holnap tudom-e fizetni a hitelemet, és a többi, és a többi. És végig ilyen dolgokon. Megvan-e a kapcsolat, családi kapcsolat, mi lesz a férjemmel, feleségemmel, gyerekeimmel, mi lesz? És mondd el, hogy oké, mi keresztények vagyunk nekünk, bár még ezt se tudom most azt mondani, hogy keresztények vagyunk, és akkor most ezen a területen minden jó. Na ugye most, ha olvastátok Amerikában ugye ez a Barnának a közvélemény kutatása, vagy ez a statisztikát, amit készít, hát már a keresztények is úgy válnak, mint a világiak. Stressz. Mi lesz holnap? Mi lesz a gyerekekkel? Mi lesz velem? Mi lesz a házzal? Mi lesz az autóval? Szóval az aggodalom mindenhová be tudja tenni a lábát. És ezért ugye szövetségben kell maradni. A házasságban. Egy erős szövetség. Nincs válás. Tehát ez akárhogy is, akármilyen problémák vannak egy házasságban, akármilyen helyzetek vannak, nincs válás. Az teljesen tönkreteszik a gyerekeknek az életét, mindenkinek az életét. Hát gondold el, a gyerekek mind mennek keresztül. Tehát, és lehet, hogy köztetek is van olyan, akinek elváltak a szülei, és átmentetek ilyen helyzeten, hogy egyszerűen egy életre tönkretették a gyerekeket. De nem csak magukat. És ilyen, ez önzés. Tehát ez egoizmus és önzés. Hogy tönkretesz, érted, a családját tönkreteszi, feleségét, férjét, gyerekeit tönkreteszi, csak azért, hogy boldog legyen. Hát milyen boldogság az, hogy ő miatt a tönkre ment egy csomó ember, de ő boldog. Hát köszönöm szépen, ez... Nem? Na de, tehát az aggodalma, tehát stresszt hoz teljesen. Bele dolgozza magát az ember életébe az aggodalmaskodás. Mondom, hogy ilyen szorongással, egy belső feszültséggel. És hogy az ember utána a döntéseit ebből a feszültségből hozza meg. Hát persze, hogy nem tud dönteni. Hát persze, hogy határozatlan lesz. Csináljam, nem csináljam? Mit csináljak? Állandóan ezekkel a kérdésekkel lesz körbevéve. És utána megy emberekhez, mit csináljak? Hát mit? Hát, mi van benned, mit csináljak? Semmit. Hát akkor ne csinálj semmit.
De hát ugye ilyen nincs, hogy ne csináljon semmit. De hát én meg nem tudok felelősséget vállalni. Érted? Mert honnan tudjam? Tehát az embernek ezért ennek a gyökereit ki kell. Tehát most igazából ezek az igehirdetések, ez ilyen gyökérkezelés is. Tehát hogy ezek a stressznek, az aggodalmaskodásnak a gyökerei, azok ki legyenek húzva a talajból, nem maradjon benne semmi, hanem ki legyen húzva teljes egészében a gyökér, hogy nem maradjon semmi része, hogy újra ne tudjon táplálkozni. És az a baj, hogy sokszor a szülők a gyerekbe ezt ültetik bele a magukat. Na de majd fogunk beszélni, hogy lehet ebből kijönni. Mert meglátod, hogy az áldás az erre is válasz, amiket most felvetettem. Na, Sedékiás, Jeremiás 38. Azt mondja itt Sedékiás, ugye hát sajnos ő lehetett volna egy pozitív ember egyébként a Bibliában, hogyha hallgat Jeremiásra. Jeremiás többször látszik, hogy ő benne volt egy vágy, hogy ő szeretné, hogy az Istennek az üzenetét hallgatni, és szeretne úgy dönteni, ahogy az Istennek az üzenete. És szeretné azt csinálni. De nézzétek meg, hogy amikor Jeremiást kérdezte, akkor azt mondja, például a 18. Hát csak egy-egy igét hadd mutassak így benne. Ugye 13. verszak. Kivonták azért Jeremiást a köteleken, és kihozták őt a veremből, és lakott Jeremiás a tömlőc pitvarába. Elküldött Sedékiás király, magához hozatta Jeremiás prófétát a 3. ajtóig, mely volt az úrnak házába, és mondta a király Jeremiásnak, téged valamiről kérdelek, semmi tagadást benne ne tégy. Mondta Jeremiás Sedékiásnak, ha megjelentem neked, avagy nem bizonyosan megölsz engem, és a tanácsot adok, nem hallgatsz rám? És megesküdött Sedékiás, mondta Jeremiásnak, titkon, él az Úr, aki teremtette nekünk a lelket, nem öllek meg, és nem adlak azoknak az embereknek a kezébe, akik keresik a te lelkedet. De hát emberek, ez hogy, mindjárt itt folytatjuk, de nézd meg, hogy került bele a tömlőcbe. Hát úgy, hogy azok az emberek, akik keresték halálra a Jeremiást, hogy megöljék, azok a királyt elkezdték úgy befolyásolni, hogy dobja be a verembe, vagyis egy pöcegödörbe, hogy ott meghaljon. És képzeld el, hogy volt egy istenfélő szolga, az Ebed-Melek, aki ott volt a Sedékiás mellett, és ő mondta neki, hogy de hát meghal így Jeremiás. Erre mondja neki, akkor menjél, vigyél oda embereket, és húzzátok ki. De hát várjál meg egy kicsit. Hát most ezt tudja ez a király, most mit csináljon? Vagy fél? Vagy most mit csináljon? Bedobja oda? De az előbb ő mondta, hogy dobják bele, mert azok az emberek ezt tanácsolták neki. De látszik, hogy ő azoktól félt, azoktól az emberektől. Utána, amikor egy másik ember volt, mert ő meg azt mondta, ne így csinált, hanem amúgy. Erre megcsinálta úgy, mert valahogy tudta a szívébe, hogy Jeremiás az Isten embere. Valahogy tudta, hogy Jeremiás mondja azt az üzenetet, amit Istentől kéne neki, tehát Istentől kap, és azt kéne neki megcsinálnia. És nézd meg, azt mondja, 18. verszak, ugye Jeremiás azt mondja, ha pedig nem mégy ki a babiloni király fejedelmez, ugye mert azt tanácsolta, hogy menjen ki a babiloni királyhoz. Akkor a város a káldeusok kezébe adatik, felégetik ezt tűzzel, te sem szaladsz el kezüktől. Figyelj, mit mond, 19. verszak, azt mondja, félek én a Júda beliektől. Itt aggódás van. Tehát félelem, aggodalom, rettegés. Félek én a Júda beliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfoskodnak rajtam. Mondta Jeremiás, nem adnak, kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet én mondok neked, és jó dolgod lesz, és él a te lelked. Ha pedig te kimenni nem akarsz, ez a szó, amelyet megjelentett neked, íme, és akkor elmondja, hogy milyen büntetés, ítélet jön Jeruzsálemre, a királyra,
és a többi, és a többi. Figyeljetek ide, mit csinált az aggodalom ezzel az emberrel? Az aggodalom, a félelem egy hibás valóságértelmezésbe vitte bele. Jeremiás a valóságot mondta neki, tehát Isten látta azokat a júdabelieket, akik már átmentek Babilónia, tehát a Babilónia király táborába, és tudta nagyon jól Isten, hogy azok az emberek nem fognak ártani Sedékiásnak. Ezzel szemben Sedékiás ragaszkodott ahhoz, hogy azok a júdabeliek, ő fél tőlük, aggodalmaskodik ő miattuk, ők át fogják adni, tehát rosszat fognak neki tenni, hogyha ő feladja magát a babiloni királynál. És kész. Ez az aggodalom a júdabeliektől, akik már átmentek, ez hamis volt benne, rossz valóságértelmezés volt benne, rosszul látta az embereket, rosszat gondolt azokról az emberekről, miközben azok az emberek nem voltak olyanok, mint amiret, mint ő gondolt velük kapcsolatba. És ez nagyon érdekes, mert Dávid, aki meg a hitembere volt, ő meg megkérdezte az urat, és neki egyértelmű megmondta az úr, ugye emlékeztek az Zifeusoknál, meg máskor is, ugye megkérdezte, át fognak engem adni, vagy nem fognak átadni? Azt mondta az úr, át fognak adni, menekülj innen. Mert az úr tudja, érted? Tehát ő a lehetőségeket, tehát neki nem kell átmenni a lehetőségeken, hogy ő tudja, hogy ha így és így alakulna a dolog, mi lenne akkor? Azt tudja. Ő előre, mi ahogy mindenkinek ismeri a szívét, mindenkit ismeri, hogy milyen, hogy döntene különböző lehetőségekkor, ezért az összes lehetőséget ő végig tudja kalkulálni. És ráadásul neki még nem telik el 2 másodperc sem ahhoz, vagy 1 másodperc sem, hogy végig kalkulálja az összes lehetőséget. Mert ő Isten, és van ehhez képessége, és ezt meg tudja csinálni. De mi viszont az aggodalmunk miatt, amikor valamivel kapcsolatban aggodalmaskodunk, akkor egy rossz helyzet értékelést, helyzetre vonatkozólag másképp látunk, mint az mi a valóság. És emberek, ez rossz. Mert olyan rossz döntéseket tudunk behozni az életünkbe, ahogy ez a király is. Isten, mi lett? Nézd meg, hogy a végén kitört a városból éjjel, elkapták a saját fiait, a saját szemei előtt azt látta utoljára, hogy a saját fiait megöli a babiloni király, Istenem megvakítják a szemét. Istenem megy a börtönbe, tehát tömlöcbe töltötte az életét. Miért? Aggodalmaskodott. Az aggodalmas, jegyezd meg, az aggodalmaskodás szelleme, az a látásodat akarja elvenni. Sőt, figyelj, az aggodalmaskodás szelleme, nézd meg, hogy véghez viszi azt, amitől félsz, ha aggodalmaskodsz, hogy a királynak a szemei előtt tölték meg a gyerekeit, elvette a látását, és utána pedig tömlődsz be, tehát fogságba kerül az ember az aggodalmaskodás miatt. Tehát ez ennyire gonosz ez a szellem. Hát emiatt került ebbe a helyzetbe. Ott volt az Úr szava? Ott volt. Ott volt Isten embere? Szólt hozzá? Szólt. A szívébe érezte, hogy jó az, amit mond Jeremiás? Igen. Határozottan kijön a történetből, ha végig tanulmányozott Sedékiásnak az életét, hogy nagyon jól tudta, hogy azt, amit Jeremiás mond, az Istennek a beszéde. És azt kéne csinálnia. De nem csinálta. Tehát megfosztotta őt attól a döntéstől, ami a lehető legjobb lett volna számára. Ezt csinálja az aggodalmaskodás. Hogy megfoszt attól attól a lehetőségtől, ami a legjobb kimenetelt adná az életedbe, a sorsodnak. És mi van a dolgok mögött? Félelem, stressz, aggodalom, hogy valami rossz történik, valamit elveszít az ember, valami nem történik meg egy jó dolog az életébe.
és ilyen dolgok befolyása alatt, félelmei hatásai alatt kiderül, hogy mégiscsak. Amitől a legjobban fél, az valósul meg az életében. Hú, nem lesz férjem, nem lesz feleségem. És akkor most hogy kell döntenem, mit csináljak? És az a szellem irányítja az életét, megtörténik. Sokszor a anyák, hát hány ilyen volt, hogy tudod, az anyák féltik a lányaikat, hogy jaj, arra vigyázz, azt ismerem, az nem jó. Főleg ilyen kis helyeken, tudod, nem ilyen nagyváros, mint Budapest, de ugye kis helyeken, falukba, községekbe, hány nő amiatt él egyedül, mert a saját anyja úgy befolyásol, ugye, hogy alakult volna Istentől kapcsolat, és akkor azt ismerem, azt az ilyen ember, az olyan, annak ilyenek a szülei, olyanok a szülei, és ott áll 50 évesen, 60 évesen, és akkor, amikor a társválasztásnak az ideje volt az életébe, akkor nem reagált a félelem miatt, aggodalom miatt, a szülőnek az aggodalma miatt. És elveszít olyan áldást, ami az egész életére vonatkozik. Tehát az egész életébe az be tudná tölteni. Hány ilyen ember van? És az, aki meg az lett volna a legjobb lehetőség, az meg ugye kikosarazták, az lehet, hogy elkezdett inni, aztán azóta alkoholista lett. Mert az élete szerelméhez nem mehetett hozzá. Fú, hát sok. És mi alapján? Hát ilyen a szüle, amolyan, hát miért? Senki nem angyalként száll le a mennyből. Mindenki úgy jön, hogy végül is üresen kezdjük el. Tehát nincs bennünk úgy érték. Tehát mint emberek értékesek vagyunk. De arról kell, hogy szóljon az életünknek, a sorsunknak, hogy értékes emberré válunk, ahogy éljük az életünket, hogy olyan értékeket teszünk, cselekszünk, képességek formálódnak ki bennünk, ezek által megtesszük azokat a dolgokat, amiket Isten elkészített a számunkra. Hát ez egy stabilitást kell, hogy adjon az embernek a személyiségébe. Mert lehet azt mondja, ugye Pál apostol is, ha ismertük egymást tesszerét, többet nem ismerjük. Tehát meg kell adni a lehetőséget a változásra. Nem elkönyvelni, hogy na ez ilyen ez az ember. Aztán 10 év múlva is azt mondja, na ez ilyen ez az ember. Hát ha szeretnéd, hogy Isten is így lásson téged, és ilyen véleménnyel legyen rólad, akkor gondolkodj így. Mert lehet, hogy te, ahogy megismerted azt az embert, félreismerted. Nem lehet tudni. Nézd meg, hogy Sedékiás az aggodalmaskodásai miatt félreismert embereket. És egészen más helyzetet, tehát döntéseket hozott, mint ami kellett volna. Nem érdekes? És közben most csak abból a szempontból mondom, hogy Isten elkészített számunkra jó cselekedeteket, azt Isten készítette. Nem nekünk kell megterveznünk, milyen jó cselekedeteket csináljunk Istenem. Nem. Azokat Isten elkészítette. Az már születésünk előtt megtette Isten. Van egy program terve az életünkkel, ami a legjobb. Ez nem ilyen, hogy robotokként végig kell mennünk ezen, hanem az nekünk a legjobb. Mert ő Isten, ő a legjobbat, tehát számította ki nekünk. A legjobb tehát úgy állította össze ezt a programot, hogy abba ki tudjunk teljesedni. És ha azon végigmegyünk, akkor az életünket úgy tudjuk itt hagyni, ezt a földi életet, hogy beteljesedünk az élettel. Hogy azt mondjuk, hogy a lehető legjobb életet éltünk itt a földön. Nem kin keservesen mentünk végig ezen az egészen. Nem aggodalmaskodva mentünk végig ezen az egészen. Hanem el vannak készítve. És ha tudod, hogy el vannak készítve, akkor nem félsz emberektől. Nem leszel ilyen, hogy mondjam, tehát emberekkel kapcsolatban, tehát ilyen negatív hozzáállással, mintha vagy irítséggel, vagy olyannal, hogy az egyik ellopta az áldásomat, a másik megakadályozott, hogy elérem az áldásomat. Hát ez nem így van.
Hát Isten elkészített neked cseleket, azt más nem tudja csinálni, azt csak te tudod csinálni. Ez nem kell félnünk. Nem kell félnünk, hogy valaki jobban szolgál, mint mi. Nem kell tartanunk attól, nem kell irítségbe, hogy a másik elfoglalja azt, amiben nekem kéne. Hát Isten elkészített mindenkinek a cselekedetet. Ami úgyis akkor leszünk boldogok, hogyha azt csináljuk, amit nekünk kell csinálni. Ha más csinálunk, nem leszünk boldogok. El lehet érni azt a helyet, el lehet érni azt a pozíciót, lehet könyökölni érte, el lehet foglalni, de úgyse leszel boldog attól, mert az nem a tied. Jó? Tehát és ahogy tesszük azokat a dolgokat, amiket Isten elkészített a számunkra, jönnek elő azok a képességek, amiket belerejtett az életünkbe, a személyiségünkbe belerejtett. Ahogy előjönnek azok a dolgok, kiteljesedünk. Úgy érezzük, hogy azt csináljuk, amit mi vagyunk. És azt áldja meg Isten. Ha azt csinálod, olyan hatása lesz annak a te életedre is, meg mások életére, hogy áldás jön az embereknek attól. Amen. És utána azt fogják te is, azt fogod látni, meg mások is, hogy jobb az, hogy te ezt csinálod, mint ha más csinálnál. Mert ez a lehető legjobb, ami történhet veled ebbe az életbe. És így tud kiteljesedni az embernek az élete. És ez előre el vannak készítve ezek. Ezektől nem kell félnünk. Nem nekünk kell elterveznünk ezeket, hanem benne tudunk lenni ebbe. És ez a Szent Szellem vezetése, hogy belevisz abba. Tehát ne félj attól, hogy mi van, hogy engem nem visz bele. Hát már benne vagy, csak nem veszed észre, hogy benne vagy abba. És hogyha aggodalmaskodsz, akkor ki az ördög kiüt abból, ami az Istennek a terve az életedben. Na, a Szent Szellem folyamatosan belevisz. És ne félj más emberektől, hogy mások nem engedik meg, vagy kiütnek abból, meg ilyenek. Ilyenektől ne tartsál. Hát ha Isten akarja, hogy ott legyél, akkor ott fogsz maradni. Ennyi az egész. Akkor nincs az az ember, aki ki tudna abból téged, abból a helyzetből, abból a dologból ki tudna vinni téged onnan. De ne aggodalmaskodjunk, mert hogyha stresszelünk, félünk, aggodalmaskodunk, olyan döntéseket hozunk, amivel mi magunk esünk ki, tehát mi magunk tesszük ki magunkat azok abból az irányból, amit Isten akar, hogy végigmenjünk. Ezért kellett, ezt nagyon kell ezzel a szellemmel, tehát konfrontálni. De látod, ez az ember is király volt, lehetett volna jó élete, átadja magát, átmegy a babiloni királyhoz, továbbra is ő maradt volna király. Megmaradt volna, lehet, hogy adót kellett volna fizetni, de ő maradt volna király továbbra is. És nézd meg ehelyett, mit tapasztalt a családja, mit tapasztalt ő maga is. Mit tapasztalt Jeruzsálem népe is ő miatta. Meg gondolod, te lettél volna ott, a te családod lett volna ott. Gondolod, egy ilyen embernek a döntését múlik az életük az embereknek. Hányan haltak meg azon a napon Jeruzsálembe, akik ott voltak Sedékiás idejében. És egy embernek az aggodalmaskodása miatt írtottak ki családokat, gyerekek haltak meg. Mert nem úgy hozta meg a döntését az aggodalmaskodása miatt. Ez nagyon durva. Hú, de menjünk. Izrael fiai, ugyanígy aggodalmaskodással. 42. Ugyanitt a Jeremiás 42. Hát, ugyanez végül is. Ugye, akik ott maradtak Jeremiás után, elmentek Jeremiáshoz. Jeremiás, mondd meg nekünk, te az Isten profétája vagy. Mondd meg nekünk, mit csináljunk. Ha te azt mondod, hogy itt maradjunk, akkor itt maradunk. Ha azt mondod, hogy menjünk, akkor megyünk. De mi azt fogjuk csinálni, amit te mondasz nekünk. Sokszor ez a durva a pásztorlásba. Hogy úgy jönnek emberek az emberhez, hogy azt akarják mutatni, hogy ők megcsinálják. Hát, hogy alárendelik, megcsinálják. Aztán kiderül, hogy az nem így van. Ugye ezt mondták Jeremiás, és mondja, akármit mond neked az Úr, mi azt megcsináljuk. És emberek Jeremiásnál, gondold el, hogy ezek az emberek látták, hogy Jeremiás, amit mond, az van.
Tehát ő előttük látták a saját szemükkel, hogy Jeremiás az Úrnak a prófétája. Látták, hogy azok a dolgok, amiket mond, az megtörténik. Ők utána komolyan gondolták, legalábbis a pszichéjükkel gondolták így, de a szívükkel nem, de a pszichéjükkel, ők azt mondták, oda megyünk, megkérdezzük, és azt fogjuk csinálni. Na erre, 7. verszak, lőn 10 nap múlva, hogy szólt az Úr Jeremiásnak. Nézd meg, várjál, 6. versza. Ja, 5. figyelj. Az Úr legyen ellenünk tökéleteség és igaz bizonyság, ha nem mind a beszéd szerint cselekszünk, amelyel elküld téged mi hozzánk az Úr, a te Istened. Ha jó, ha rossz, hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára, amelyért mi téged őhozzá küldünk, hogy jó dolgunk legyen, mert mi hallgatunk. Nézd meg ezt a hozzáállást, már előre. Mi hallgatunk az Úrnak, a mi Istenünknek szavára. Ez majdnem ugyanaz, mint amikor a Sinai hegynél, amikor ugye mondták Izrael fiai Mózesnek, menj Mózest, bármit mond Isten, mi azt megcselekszük. Ez a legrosszabb elbizakodottság, amikor az ember el van magától, és azt mondja, bármit, amit az Úr mond, én olyan jó vagyok, Uram, mindent megcsinálok, amit mondasz. Na bup, akkor jön be a krak. 10 nap múlva, azt mondja a 7. verszak, szólt az Úr Jeremiásnak. Úgy látszik, sok minden történt 10 nap alatt. Ugye oda hívta azt az embert, azt mondja, ezt mondja az Úr, megmaradtok állandóan a földön, fölépítlek titeket, nem gyomlállak ki, megbántam a gonoszt, amit cselekedtem veletek, ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek, és a többi. És akkor mondja nekik, hogy maradjanak ott, és nem lesz bántódásuk. Erre azt mondják neki, hogy itt a 43. fejezetnek a 2. verszaka. Figyelj, 10 nap milyen változást hozott. Hazugságot szólsz te, ezt Jeremiásnak mondják. Azok az emberek, akik elküldték az Úrhoz, hogy ők megcsinálnak mindent, amit az Úr mond Jeremiáson keresztül. Azt mondja, hazugságot szólsz te, nem küldött téged az Úr, a mi Istenünk, hogy ezt mondjad. Nem menjetek be Egyiptomba, hogy ott tartózkodjatok, hanem Báruk, Nériának fia izgatott téged mi ellenünk, hogy minket a káldeusok kezébe adjon, hogy megöljenek minket és vitessenek Babilonba. Nézd meg megint a félelem, az aggodalmaskodás. Ilyen összeesküvés elméletet szőttek, hogy ez nem így van, mert az az ember mondta neked, hogy ezt mondjad, és te ezért mondod, érted, és Isten embereiről elkezdenek az emberek ilyen kifacsart módon gondolkodni, hogy azért, mert ilyen befolyás érte, és azért, mert olyan befolyás, és azért mondja csak ezt, mert azt az embert hallotta. És az egész egy igazából egy katyfasz lesz, és olyan dolgokat kezd el csinálni az ember, amit nem kéne csinálnia. És itt a 16. verszakban domborodik ki teljesen, ugye, amit mondtam. Akkor a fegyver, azt mondja, ugye, hogyha Egyiptomba akartok lemenni, mert Isten azt is megmutatta neki, Jeremiásnak, még nem is beszélt velük, de már megmutatta nekik Isten, hogy igazából mi van a szívükben, hogy Egyiptomba akarnak menni, és nem akarnak ott maradni a földön. És azt mondja, hogy ha Egyiptomba bementek, hogy ott tartózkodjatok, akkor a fegyver, amelytől ti féltek, és itt aggodalom van, dág van, azt mondja, utolér titeket Egyiptom földjén, és az éhség is, amitől rettegtek, körülvesz titeket Egyiptomba, és ott haltok meg. Emberek, nézzétek meg, hogy attól, amitől aggodalmaskodtak.
hogy ne történjen velünk ez. Olyan megoldást, olyan döntést csinálnak, hogy az éri őket el, amit döntöttek. Egyébként ugyanez van a jobbal kapcsolatban, csak ott ugye a pahad, amit mondtam, hogy ez a másik szó, az aggodalom és a félemnél, ott van ugyanez, amikor mondja, hogy az esett meg rajtam, amitől féltem. Tehát ez az aggodalmaskodás, ez ilyen önbeteljesítő jóslat, vagy ilyen önbeteljesítésként működik, hogy amitől aggodalmaskodik az ember, minél jobban el akarja kerülni azt, de minél, és hoz olyan döntéseket, hogy elkerülje, és kiderül, hogy azokkal a döntéseivel viszi bele magát abba, amitől fél és aggódik, és azt megtapasztalja az életében. Megdöbbentő. Ez megdöbbentő. És sajnos ez az ember, vagyis ezek az emberekkel ez történt, hogy amikor jött a babiloni király, elfoglalta Egyiptomot, akkor ezek az emberek ott meghaltak. Mert ha nem mentek volna oda, akkor nem haltak volna meg, amikor elfoglalja Egyiptomot a babiloni király. És nézzétek meg, hogy az aggodalmaskodás az Isten emberével szembe egy ilyen, hogy mondjam, tehát valami ilyen összeesküvés tervet dolgoztak ki, hogy ő azért mondja ezt, mert ő ezt hallotta, és őt befolyásolta az, és emiatt volt, hogy ezt döntötte, és ezt szándékosan mondja, célirányosan mondja nekünk. Mert nem akarja, hogy ez is ez legyen. És közben Jeremiás pedig csak őszintén, tisztán, ő visszajött az Úrnak a jelenlétéből, és elmondta nekik, hogy ezt mondta az Úr nekem. És ehelyett az aggodalmaskodásuk miatt mást képzeltek be. Látod, megint visszatér az elem, hogy rossz valóságértelmezés lesz azoknak az embereknek az életébe, gondolataiba, akikben az aggodalmaskodás van. Tehát rosszul gondolkodnak, rosszul mérik föl a helyzetet, rosszul gondolkodnak emberekről. Fú, ez nagyon durva. Na de menjünk tovább. Példabeszédek 12:24. Nem fogsz aggodalmaskodni? 12:24. Azt mondja, a férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Itt is az aggodalmaskodásról van szó. Tehát ugye a hölgyek is, a férfiú hölgyek is ugyanúgy elméjében, itt eredetiben szívében. Tehát ez látod, hogy a szívben van az aggodalom. Nem az elmében, ezért lehet azt mondani, ahogy látjátok az előbb Izrael fiait, hogy azt mondja, hogy mondd meg nekünk, hogy, de már szívükben ott volt az aggodalom. És ők tényleg, ők őszintén, van, aki őszintén hazudik, emberek. Van ilyen. És azt még a hazugság vizsgáló sem tudja kimutatni, de a Szent Szellem ki tudja mutatni. Tehát van, aki őszintén, hogy hazudik őszintén, hogy ő tényleg komoly, tehát ő az a pszichéjében komolyan gondolja azt, de más van a szívében. És igazából a szíve szerint fogja csinálni, de téged be tud csapni, hogyha te csak azt látod, hogy amit a pszichéjéből mond. Ezért neked fontos, hogy a Szent Szellem, ugye mindenkiben benne van a Szent Szellem, és fontos, hogy a szellemek megkülönböztetése tudjon jelezni benned, hogy oké, hallom, de valami mégse. Mert nem az fog neked előjönni, ne azt látod, hogy megszólal a Szent Szellem, és azt mondja, hogy ez az ember hazudik. De lehet, hogy ezt csinálja. Hanem valami benned belül egyszerűen egy ilyen ellen valamit hoz létre, és valahogy úgy vagy vele, hogy hú, vigyázni kell ezzel az emberrel. És utána kiderül, mondjuk eltelik egy pár hónap, és kiderül, hogy hát mégis igaza volt ennek a belső figyelmeztető meggyőződésnek benned, hogy nem kéne. Mert kívülről minden úgy tűnt, hogy jó, de mégse.
Mert ez az ember még önmagát is, van olyan, akkor hazudik az ember őszintén, ha önmagát is, tehát önmagának is hazudik az ember. Öncsalás. Tehát önmagát is becsapja. Van ilyen? Van. Van olyan, hogy önmagát becsapja az ember, és önmagának hazudik. Miért? Mert sok elvetés volt az életében, elutasítás volt, szeretne egy képet kialakítani magáról, és szeretné azt a képet erősíteni, amit magával kapcsolatban lát, azt szeretné megerősíteni a másikba. De tudod, hogy mi a legjobb, amit a példabeszédek mond, és amit Sándor pásztor egyik istentiszteleten most nemrég mondta, emlékeztek, hogy tiszta vízű forrás. Szóval ilyen az embernek a szíve, hogy megmutatja az egyik ember szíve a másik embernek a szívét. Tehát ezért mondtam azt, hogy a benső tudja ezt, a bensőből lehet ezt megállapítani, mert lehet, hogy a pszichéjében hazudik még magának is, de a szívét nem tudja becsapni. És a szív az lekommunikálja, az ugye, ahogy mondta Sándor pásztor is, hogy a létező mindig úgy van, hogy ki akar lépni önmagából, és akarja adni a másik, tehát mindig sugározza magát, minden szellemi lény sugározza magát. És minden ember sugározza magát. És igazából nekünk a szívet, ahogy Isten is azt mondta, hogy a szívet nézi, ugyanígy a szívet nem tudja becsapni az ember. És ezért, hogyha jó a te szíved, tiszta a te szíved, akkor meg tudja mutatni a másik embernek a szívét benned. Az igazi kép, tehát az agyadba egy benyomás keletkezik, és lehet, hogy totál más az a benyomás, mint az a kép, amit a szívedbe jött be. És ilyenkor mindig a szívedre hallgass. Ha még nem is érted, hogy miért, akkor is lehet, hogy egy jobb egy lépést hátrébb menni, jobb fenntartással lenni, amíg kiderülnek a dolgok, és még mindig, még ha kiderül, hogy mondjuk elrontottad, és mégse úgy kellett volna, akkor is jobb, hogy elővigyázatosságban voltál, mint az, hogy Jézusnál például rendszeresen azt olvassuk, ugye, hogy azt mondja, hogy nem bízta magát rá az embereke, mert tudta, hogy mi lakozik az emberekbe. Tehát erre figyelni kell, és az aggodalmaskodás, itt például ugye ez a szívben, tehát visszatérve, hogy a szívbe jön be az aggodalom, a dág, és azt mondja, hogy amikor a szívbe bejön a dág, akkor egy ilyen alávetett pozícióba viszi az embert. Tehát magyarán az aggodalmaskodás szelleme, amikor benne van egy emberbe, akkor alá rendeli az embert, alá viszi a gonosznak. És ezért történik meg az a dolog vele, amitől fél, azt igazából tehát önmaga viszi bele magát a döntéseivel. Oké. Ez érdekes volt, ez a aggodalmaskodás. Nézzük meg a doégot, mert ő az a prototípus, tehát ő az, akiben a legnegatívabban nyilvánult meg az aggodalmaskodás. És ez az 1 Sámuel 21-ben. Jó a hitellenségeiről beszélni, nem? Tehát, hogy így előjönnek a sötétségből, kijönnek, és látjuk, hogy másképp is csinálhatjuk a dolgokat, és a hitnek szabad utat és működőképességét tudjuk biztosítani bennünk. Tehát 21:7 azt mondja itt, hogy volt pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az úr előtt, akit Doégnak hívtak, aki edomita volt Saul pásztorainak számadója. Tehát ez az aggodalmaskodó ember, ez pont akkor volt ott, amikor a Dávid elmenekült Saultól Nóbba, a papok városába, és ott ugye elmondta a Akiméleknek, hogy adjon neki kenyeret, és kardot adja oda neki, és Akimélek pedig nem tudta, hogy miről van szó, tehát a háttérbe, azért olvassuk is, hogy sokszor megkérdezte az urat, ő nem tudta, hogy most mi a helyzet, ki menekül, kitől, hogy van. Ő azt mondja, hogy megkérdeztem mindig az urat, és valahogy mindig az úr pozitívan válaszol Dáviddal kapcsolatban.
Tehát nem kell neked mindenről tudnod, nem kell neked minden ismerethez hozzájutnod ahhoz, hogy dönteni tudjál. És akimélekben kialakult az, hogy ez egy jó ember, akármit is mondanak róla, akármit ilyen beszédek mennek vele kapcsolatba, ez egy jó ember, adott neki kenyeret, adott neki kardot. Fú, ez bátorság. Pláne úgy, hogy ugye ott volt Doeg, az aggodalmaskodó ember. És ugye ezt mind látta a Doeg. Erre 22. fejezet, 9. verszak. Akkor felelt az edomita Doeg, aki Saul szolgái közt állt. Én láttam, az Isai fia Nóbba ment az Akitóp fiához, Akimélek paphoz. Aki ő érette, megkérdezte az urat, elességet adott neki, sőt, a filiszteus Góliát kardját is neki adta. És azt mondja itt, hogy 13. verszak, erre Saul milyen üzenetet küldött Akitófelnek? Azt mondja, miért ütöttetek pártot ellenem? Nézd meg a Doegnak a beszédjére, milyen hatása lett Saulnak. Azt mondja, pártot ütöttetek ellenem, te is Isainak fia, kenyeret és kardot adtál neki. Ő érte megkérdezted az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjék, mint ahogy most történik. Elképesztő. Hogy nézd meg, hogyha most az aggodalmaskodást nézzük, hogy az aggodalmaskodás teljesen a valóság értelmezést félreérti az egész valóságot. Nézd meg, hogy Saulnál bejött az úgymond a Doeg, most idézelben mondom a Doeg, az aggodalmaskodás, és nézzük, hogy mit okozott a Doeg, az aggodalmaskodás, hogy egy helyzetet teljesen más értelmet adott a valóságnak, mint ami konkrétan a valóság volt. Megdöbbentő, tehát jegyezd meg, és látod, megint ez jön ki, hogy félrevezetés. Hogyha megengeded az aggodalmaskodást az életedben, megengeded ezt a stressznek, ezt a gyökerét, akkor félrevezet. És minden döntésedet utána ebből a félrevezetésből hozod, és minden döntéseddel csak rosszabbá teszed az életedet, és nem vetted észre, hogy rosszabb lett az életed, és még jobban távolabb kerültél az Istennek a terveitől és céljaitól, amit szeretett volna veled kapcsolatba tenni. Ez megdöbbentő. Nem, és nagyon sok mindent lehetne itt mondani, de nem, tehát nem megyek bele. Ja, és utána maga a Doeg ölte meg az úrnak a papjait. Senki más nem volt hajlandó ehhez. Tehát maga az aggodalmaskodás írtja ki az Istennek a jelenlétét az ember életéből. Sőt, a papok, ugye mit mond az ige, hogy a papoknak mi volt a szolgálatuk, hogy ajándékokat vigyenek Istenhez, és ugye az Istennek vigyenek, tehát szolgáljanak az Istennek, és Istentől ajándékokat hozzanak az emberek számára. Tehát az aggodalmaskodás megfoszt azoktól az áldásoktól is, amiket Isten akarna neked adni. Ne aggodalmaskodjál! Megfosztod magad az áldások. Nem elég, hogy félrevezet, nem elég, hogy más helyzet értékelést kapsz, vagy emberekről egy ilyen összeesküvés, vagy hogy ilyen paranoiddá tesz az aggodalmaskodás, hanem még ráadásul meg is foszt, tehát ennek a következményeképpen az áldásoktól. És megszűnik, nézd meg, hogy ahogy kiirtotta a papokat, egy ember kivételével megszűnt a közbenjárás Isten és az emberek között. Megszűnt az ajándék vitele, vagy az áldozatok vitele Isten felé, és megszűnt az, hogy Istentől viszont ajándékok jöjjenek az emberekhez. Ezt megszünteti az aggodalmaskodás. És nézd meg, hogy a Dávid az 52. Zsoltárban, ugye az egész Zsoltár a Doegról szól, második verszak,
Ugye, mikor az Idomeus Doeg eljött és hírt vitt Saulnak, ezt mondta neki, Dávid az Akimélek házában, azt mondja, ez az ember magabíró, dicsekedők a gonoszságban, magabíró, azt mondja, nem vesz észre az aggodalmas ember, hogy az Isten kegyelme örökké való, szüntelen való. Tehát a kegyelemből kiesik az aggodalmaskodó ember. Ezért ne aggodalmaskodj, a kegyelemből esel ki. Isten kegyelméből. Nyelved ártalmakon elmélkedik. Nézd meg, az elmélkedés. Az aggodalmas embernek az elmélkedése ártalmas. Tehát ártalmas gondolatok vannak benne, amikor elmélkedik, amikor aggodalmaskodik. Ezzel mérgez téged ilyenkor az ördög. Álnokságmestere, tehát az aggodalmaskodás az álnokság. Ez azt jelenti, hogy csapda. Az álnokság az az, hogy mást mutat, mint ami a valóság. Csapda. Az aggodalmaskodás csapda helyzetbe visz. Azt, hogy a gonosz szereti, mint a jót, hazugságot inkább, mint igaz. Látod megint, mint az igazságot. Látod megint egy félrevezetés. Tehát azt mutatja meg megint, hogy nem a helyes valóság értelmezés van, hanem a hazugság jön be az igazság helyett, a valóság helyett. Szeretsz minden ártam, nyilván ez megjelenik utána a beszédben, az aggodalmaskodó embernek a beszéde, utána az ártalmas lesz, és azt mondja, hogy ez viszont az életében nem hoz jó gyümölcsöket. Nem Istent fog, azt mondja, íme az a férfiú, nézd meg, az aggodalmaskodás megszemélyesítve, azt mondja, nézd meg azt a férfit, akit nem Istent fogadta erősségévé. Tehát az ember kiesik az Isten erősségéből, és nem Istent fogadta erősségévé az az ember, aki aggodalmaskodik. Hanem az ő gazdagságának sokasságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Miről van itt szó? Az aggodalmaskodó ember szükségszerűen, jegyezzétek meg, szükségszerűen testi ember. Testbe helyezi a bizalmát az aggodalmaskodó ember. Ez ebből a tanulság. Tehát nézd meg, azt mondja, hogy a saját gazdagságába, a saját erejébe bízik. Tehát szükségszerűen az aggodalmaskodó ember testi emberré válik. És testbe helyezi az erejét. És tényleg befejezésül, hogy valami jót is mondjak nektek. A Jeremiás 17, ugye, ahol az van, hogy tehát az áldott ember, vagy ugye átkozott ember, aki testbe helyezi az erejét. Nézd meg, hogy az áldott emberről mit mond, hogyha az Úrba bízol. Nézd meg, hogy azt mondja, hogy az aggodalmas ember, az kivonja, nem az Isten az erőssége neki, hanem kiesik az Istennek a kegyelméből, bizalma az nem Istenben, hanem saját magába. Anyagi dolgokba, vagy földi dolgokba van az ő bizodalma. Tehát testbe helyezi az ő bizodalmát. Nézd meg, hogy mit mond, és ugyanez a dák szó van itt. A Jeremiás 17, ugye közismert ige, az azt mondja, hogy 8-as, vagy 7-dik, áldott az a férfiú, aki az Úrban bízik, akinek bizodalma az Úr. Látod, kibe bízol? Az Úrba bízol, nem fogsz aggodalmaskodni. Ha az Úrban bízol, nincs aggodalmaskodás az életedbe. Ha testbe bízol, aggodalmas ember leszel. És nézd meg, áldott az a férfi, megelégedett, boldog az a férfi, meg hölgy is, aki az Úrba helyezi a bizalmát. Figyelj most, olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, nem fél, ha hőség következik, levele zöld marad, azt mondja, és száraz esztendőben nem retteg. Itt a dág van. Tehát nem aggodalmaskodik. Mi az aggodalmaskodás ellenszere? Az Úrban való bizakodás. Hogy teljes elmédből bízzál az Úrban. És látod, ez a lényege. Hogy nem fog a száraz esztendő, amikor nincs jó kilátás, nincs, amire az lenne, hogy aggodalmaskodni kéne, rettegni kéne, azt mondja, nem, az áldott ember, aki az Úrba helyezi a bizodalmát, az nem fog aggodalmaskodni,
az nem aggodalmaskodik, mert látja, hogy jó fog következni. Tehát ezért az Úrban való bizakodás egy látást fog neked adni. Az aggodalmaskodás megvakít, ahogy mondtam. Elveszi a látást. De az Úrban való bízás, az látást fog adni. Ezért nem fogsz aggódni, mert a száraz esztendőben is látni fogod, hogy zöldelni fogsz, növekedni fogsz, fejlődni fogsz. És azt mondja, a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Tehát mi történik az aggodalmaskodó embernek? Megszűnik a gyümölcsözéstől. Nincs gyümölcs. Abba hagyja a gyümölcsözést. Aki meg az Úrban bízik, az nem fog aggodalmaskodni, és gyümölcsözni fog. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és köszönöm a figyelmeteket is. Halleluja!